Tehát sziasztok, M3 Autó Parkban vagyunk, Concerto van a segítségünkre, mivel csak neki van keze a kollégáink közül, illetve nekem, de én fogom őt és a fényképezőgépet is. Az autónk, amit meg kell nézegetnünk, ez egy Ford Mondeo Kombi 2000-es TDC motoros és 131 lóerős dízel motoros. Mint látható, szépen elaludt minden előzőlámpa, megvan az egyik kulcsa, és megvan a másik is. Azért szedtem le, hogy ki tudjam nyitni az elejét járom motornál, ilyen furfangosba átmentem, mert másképp nem tudom megoldani. Fényszóró magasságállítás, kormányról vezérelhető zene, 4 darab elektromos ablak és tükrök, innen balkész felé. Aztán amit meg kell néznünk, hogy itt a középső konzolon vannak ilyen jó kis extrák, például itt ez a navigációs rendszerrel eltott blahopunk zene is, ami igazán kellemesen szól, és hasznos is a menet közben ugye a navigációja. Van itt ESP kibekapcsoló és belülről nyitható csomagtér, és szuperül üzemelő ülésfűtés, és pohártartónk is van. A váltónk az 6 sebességes, és még talán annyit megtennénk, mielőtt még innen kiszállnánk, hogy megnézzük, hogy ez hogy is indul be. Így tudja megoldani ő, tehát jó az akkumulátor, jó az öndító, és ugye a motor is jó, mert ugye különben nem indult volna be. A járgányunk az egy skrómos szegélye van itt neki, szép ülései, nincs kikopva, ugye elektromosan állíthatók ugye az ülések benne. Elkezdett esni az eső, fantasztikus, 6 darab légzsákunk van az autóban, itt fönt is van, az ülésben is van, két oldalról, és van a előttünk is ugye 2 darab. Az autónknak a hátulja könyöktámaszos, fejtámlás, és itt, ugye itt is elektromos ablak van. Na és akkor itt közelebbről, távolabbról egy ezüst metál színű kombit látunk, amin dísztárcsa van, 2 friss műszakival kínáljuk ugye ezt az autót, itt az M3 autóparkban, a hátulján a TDCI felirat, ez annyit jelent, hogy egy 6 liter magasságú fogyasztással büszkélkedhet és 130 lóerővel. Nézzük bele a belsejébe, hátulra. Itt vannak kollégáink, ők itt szépen elhelyezkedtek, ezt azért mutatnám, hogy ugye akár 2 hullát is betehetnénk, ugye kinek mi a szakmája. Ugye én ezt ezért mutatom, tehát simán ezt fantasztikus méretűre bővíthető, főleg, hogy ledöntjük az üléseket. Ez a tárcának köszönhetően szinte újszerű a szőnyege ennek az autónak, úgyhogy bátran merem ajánlani mindenkinek, aki kényes a tisztaságra, mert nagyon szép a belső kárpitozása, úgy az autó belsőben, mint a hátsó csomagtérben is. Az üvegei zöldek, úgyhogy nem fogunk benne megsülni. Van kötfényszórónk, ami majd jól jön télen, lassan eljutunk oda is egyszer, és akkor megpróbáljuk kinyitni az autónak a motorház tetejét. Nem is kulcssal kell ugye a másikkal. Egyszer. És még egyszer megpróbáljuk megoldani, nem sikerül. Így sikerült megoldanom. Sajnos nekem is csak 2 kezem van, Concerto pedig igen gyenge kis kézzel rendelkezik. Szerintem ezt érdemes megnézni, most volt leszerviálva az autó, tehát 2015. hóban normálisan szépen jár a dízelmotor benne, és én ezt be is csuknám, és el is köszönök. Sziasztok, gyertek be hozzánk, nézzetek meg ezt a Mondeot, itt a 15. keletben vagyunk, de ezt már ti tudjátok, a viszontlátásra!